Mintegy 5-600 ezer tonna almaterem évente az országban. Annak kiugróan jó évek, ilyen volt a tavaly is, de olyanok is, amikor lényegesen kevesebb a termés. Ami nem ennyire változó az az, hogy a mennyiség kétharmada Rendre megyékben terem. Nagy hangsúlyt is fektetnek arra, hogy a szabolcsi almának minél nagyobb híre menjen az országban. Ezt a célt szolgálják az olyan események is, mint a nagykállói almaszedő verseny, amelyet idén már másodjára rendeztek meg mintegy 100 közéleti személy részvételével. Hamar munkába is lendültek a hivatalnokok, különböző színekkel jelölt csapatokban szedték a helyi termelési és értékesítési szövetkezet által felajánlott almát, ezzel több mint 200 gyereknek segítve. A csapataink, ugye csapatokat alkottunk a jelenlévükből, leszedtek almát, az a megye több gyermekotthonába fog elkerülni, és az ottani gyermekeknek az étkeztetéséhez fogunk hozzájárulni. Fontosnak tartjuk azt, hogy ha már így összegyűltünk, akkor ennek legyen egy jótékonysági vonulata is ennek a programnak. És én azt láttam, miközben itt zajlott a közös almaszedés, hogy nagyon jó kedvel, nagyon jó hangulattal és jó szívvel szedte mindenki, és járult ahhoz hozzá, hogy a megyében a gyermekotthonokban lévő gyerekek egészséges szabolcsi gyümölcshez jutassanak. Szanagon a fákról leszedett almák, bőven volt mit a sztálládákba pakolni. Egy óra alatt 8,5 tonna gyümölcs gyűlt össze, ez több mint 50 ezer darabot jelentett. A nap végén aztán az eredmény hirdetésre is sor került, amelyen kiderült, a győztes csapat 7 konténert töltött meg almával. Az eseményen egy korábbi szakminiszter is részt vett, aki az ágazatban szereplők összefogásának, szövetkezésének fontosságát hangsúlyozta. Az alma árában is meghatározó lesz, hogy mennyire tudnak az ágazatban, a termékpályában résztvevők szövetkezni. És ha tudnak szövetkezni, akkor az értelemszerűen azt jelenti, hogy összefognak, és akkor ez az itt élő embereknek a javát szolgálja, nagyobb lesz az anyagi bevételük is. A rendezvényen elhangzott az olyan kezdeményezések is, az alma népszerűsítését szolgálják és a gyümölcsfogyasztását növelik, mint az évente több tucat településen meghirdetett Szedd Magad akciók.